Na szóval, legutóbb itt hagytuk Silent Hill falvát, hogy ugye be kéne mennem nekem rendkívüli módon majd az L1-esbe, úgyhogy mindjárt megnézem, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Kellemes délutánt kívánok már, hogy ugye délután van minden alkalom, amikor kimennek a részek. Nem is értem, hogy miért estét mondok egyébként, fogalmam sincsen, de mindegy, ez legyen a legnagyobb problémánk. Szóval, ugye, most több helyről is hozzá tudok férni, csak valójában nem. Tehát ugye ez zárva van, ott láttam egy helyet, ahol nyitva van. Ezt innen ki tudom nyitni? Csak hogy tudjak majd közlekedni, vagy valami? És igen, kiváló, oké, csak hogy... legalább ne öljenek meg, vagy valami, hogyha menekülni kell. Szóval elvileg itt van valahol a bejárat. Remélem, hogy találkozok a pácienssel, aki para. Nyissuk ki! Mi baj lehet? Fuck. Most a kérdés az, hogy itt van páciens, vagy volt páciens? Ja. Nem tudom, hogy ez az ember mennyit szarik egyébként, hogy mindent le kellett takarni fehérrel, de mindegy. Van itt bármi az égvilágon, ami nem én vagyok, és lepedő. Jó, szóval... ott a másik felébe megyek át? Vagy hova? Aha, úgy tűnik egyébként, hogy ott van még egy kis terem, ahova nekem át kell menni, szóval... ha más nincs, akkor megyünk arra fele. Ájjájjájjá! Mi a fasz? Mi nyílt ki? Mi jött be? Esküszöm, hogy hallottam valamit. Ja, ezt akartam megnézni még, hogy itt is nyitva van. Aha, igen. Véletlenül se hagyjunk itt semmit, jó? Tehát van ammónk, úgyhogy akkor lehet használni. Gyere már ki, Istenem, de bonyolult. Hogy mi volt az, ami ott engem pánikba ejtett, arról fogalmam sincsen, de gondolom mindjárt meg fogom találni. Na, oké. Tök jó egyébként egy ilyen ön helyre rakó ez az egész cucc. Mi van még itt? Jelenleg semmi, ahogy látom. Oké, ez mi? Olvassunk, nézzük, azt mondja, they brought in the girl today, poor thing hasn't said a word. She's a sister, head in her hands, sobbing and quivering. Szóval behozták ma a lányt. Szegény egy szót sem szól, csak ott ül, az arca a kezében, szipog és nem tudom mi. I moved her to the corner bed, seems to have calmed her down a bit. She even smiled at me, I think. Elvittem a sarokban lévő ágyba. Egy kicsikét lenyugodott, úgy láttam. Még egy kicsit mosolygott is rám szerintem. Hát... remélem, hogy a lány az úgy néz ki, mint a Terrifier 2-ben. Ja, azt elolvastam, oké. Akkor most ez a másik fele annak a... nem, itt semmi az égvilágon. Jó. Azért nem megy egy gyorsan, mert nem tudom, hogy mi van itt. Jó, hogy most én a utility roomba jöttem be. Oké. Anyádat azt! Egy kicsit megijedtem. Nem tudom, van oda bent valami, vagy csak képzelődtem, nem tudom. De nézzünk ide, mi van itt. Ja, cutscene van itt, oké, ezt kerestem. Thank you.
Remek kérdés, hogy hova a francba jöttem, szóval nézzük csak. Ja. Egy eddig rendkívül lezárt részre, ami azt jelenti, hogy... Ott jöttem át. Itt nem tudom mi van, arra mi van, ajtó. Bukó, akkor megyünk arra át. Gyerünk, mi van még itt rajtam kívül? A csend. A csend van itt rajtam kívül, hál' Istennek. Egy érdekesség egyébként, hogy... Ezt csak így megjegyezném, hogy... Mi az ott? Valami bejött hozzám barátkozni. Nem tudom, hogy mi az, mert nem láttam, de... Oké. Így már mindjárt jobban érzem magam, köszönöm szépen. Szóval... Az a baj, hogy baromi nehéz célozni egyébként, hogyha lag van, jó? Tehát, hogy... Na mi van itt? Azt mondja, hogy... miért nem segítenek nekem? Miért tartanak itt vele? Tehát ki az az ő? Majd arra is megyünk, miután körülnéztünk, hogy van-e bármi... valami cucc. Írógépet kellett beletenni, gondolom, ez csak azért, hogy egy kicsit Resident Evil fanokkal is szórakozzanak. Jó, na most igazából fölvettem valami key itemnek számít. Aha, igen. Investigate, nézzük meg közelebbről. Rotate, zoom. Ezek számok? Egy, valami 6-8. Egy valami 6-8, oké, akkor valamelyik nővérke mégiscsak fölírta magának. Doctor's Lounge-ba továbbra sem tudok menni, recepción, azt már megcsináltam. Versus Dr. Trees, és hol volt a második emeletem? Volt még egy képed, oké. Okay. Egy valami 6-8, második emeletre vissza kell jutnom, hogyha innen kimegyek, akkor végig balra és föl a lépcsőn, ugye? Ugye? Ja, oké. Okay. Elvileg arra végig, ha? Ja, egyenesen is folyosó vége, jó. És nem állok meg senki kedvéért, nem tudom, hogy mi lesz menet közben, de nem állok meg, jó? Nem. Nem. Ezért, ha már itt vagyok, azért Máriára ránézek egy kicsit. Ja, kettővel odébb, oké. Nem, három a négyje. Itt? Talán itt van. Na mondjad, Mizu! Hey. Any luck finding Laura? Not yet. How are you holding up? I'll be okay. Just need a bit more rest. James, thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Yeah. Get some rest. I'll be back soon. Elvileg ugye ezek befolyásolták az eredetiben, hogy milyen befejezést kapunk. Szóval azt mondja, hogy ja, Teddybe arra kell mennem. Hova kell mennem? Hogy itt keresztül, igen. Tehát, hogy ugye az ilyen dolgok befolyásolták a befejezést. Te aztán rohadék! Hányan vagytok még itt, bassza meg! Azaz. Ezek hárman vannak, hogy ketten. Bassz meg, ez duplát üt. Én meg nagyot. Faszom már! Nővéke, kedves, bassza már meg az anyját.
Na végre, hál' Istennek, jól van. Na. Oké, ez most kiváló volt, akkor egy valami 6-8, nézzük csak. 1-0-6-8. Nem. 1-2-6-8, gondolom nem 1-1-6-8. 1-3-6-8. 1-4-6-8. Nem láttam igazából a második számot, szóval ez így nem segít. 1-5-6-8. Csak meg lesz. Nem. 1-8-6-8. 1-9-6-8. 1-9-6-8. Nem, akkor mi az Isten volt az, banyek? Mi az Isten volt a kód? Nem néztem. Key items? Nem. Nem tudom jelenleg kombinálni. Investigate. Pedig esküszöm, hogy az volt rajta. Zoomoljunk rá. Az 6-os, az 8-as. Az egy 1-es. 1-1-6-8, az lenne? Pedig azt beütöttem szerintem egyszer. 1-1-6-8. Hm? Nem? Én ezt már nem értem, gyerekek. Vagy csak az én szemem szar. Ez a két opció van. Nem tudom, miért csináltam ezt, na mindegy. Szóval akkor key items, az kell nekem. Biztos, hogy ez az. Biztos, hogy ezt kell megnéznem közelebbről, és az... Vagy valami 1-6-8. Az valami 1-6-8. 9-1-6-8. Mert a középső az nem is szám. Elvileg 4 jegyű, mert azután visszaugrik. Tehát akkor nézzük még egyszer, jó? 9-1-6-8. Talán úgy láttam. Nem nyert, oké. 2-1-6-8. Nem. Bakker. Nem vagytok beljebb velem, mi? Figyeljetek, annyira sok lehetőség nincs egyébként, jó? Tehát... Nem. Nem. Hú, megnézem közelebbről és mindjárt visszajövök, jó? Jó. Na! Arra jutottam, hogy igazából az égvilágon semmi nem működik, szóval meg kell tudnom, hogy mi az, amit nem néztem még meg itt. Ja, egy emeletet még nem mentem föl, pedig itt van a lépcső. Ha igaz. Lefele is tudok menni? Nem tudom. Lefele mi van? Rács az biztos, valami cucc. Azaz! Köszi! Köszi! Köszönöm! Ez nagyon jól jön. Oké, akkor föl a harmadikra, jó? Nem tudom, hogy az hova jó az a kód, de hogy nem ide, az biztos. Tehát semmilyen kombinációban nem működik. Nem tudom. Ha egyáltalán jó valamire. Föl tudok itt menni egyáltalán, vagy csak akarok? Föl tudok menni, oké. És itt semmit nem néztem meg az égvilágon, szóval akkor itt bőven van dolgom. Hol vagy te, tetű? Szevasz! Pacsi! Arcra! Bassza meg, későn nyomtam! Faszom! Pedig lassú! Faszom már, nem igaz. Ezek kemények, bassza meg! Sose nővérkézzetek pisztoly nélkül, jó? Soha. Van még valahol, hol van a szemétláda, nem? Elfogyott? Vukó? Vagy csak nem halom, mert odébb van. Ja, valahol még van. Ott meg lőszer van, ha jól látom. Azaz, köszi.
Hol vagytok még, rohadékok? Valahol még hallom a szemétládát, csak nem tudom hol. Nem itt. Akkor bent. Ó. Ott volt valami, nem? Ja. Oké, kiváló, rendben. Szóval, mielőtt még tovább mennék, gyorsan fogom magamat is, mentek egyet, jó? Jó. Mondjuk jobb lett volna menteni egyet egyébként, mielőtt még fogom magamat, és... vagy miután töltöttem egy életet, mindegy. Hol vagy, te rohadék? Nem itt. Oké. És itt? Ott van a szemét! Meglettem, mi? Ez mocskos módon csinálom, egyébként nem baj. Jó? Ez így egészen hatékony volt. Ha már célozni nem tudok, igazából legalább kicsikét használjam ki azt, hogy telibe szemben van velem ilyenkor. Na mindegy. Jó, nem baj. Ezekből tanulunk, legközelebb nem fogok bejönni ilyen helyekre, ahol semmi nincs az égvilágon, csak ilyen kis növényeket, drága. Köszönöm szépen. Kiváló. És gyógyíthatok még egyet, majd bassza meg, mert hogy nem rakott rendbe. Ha, mi volt az ott? Semmi. Semmi sem volt ott. Faszom. Jó, szóval akkor nézzük csak, merre vagyok. Igen, ott van ott van egy másik lépcső, és ott van egy D2-es, meg egy D1-es. Gondolom ott is majd pácienseket kell nézegetni. Ide ment. Na mi ez, nézzük csak, azt mondja, hogy Observation Notes, Patient 0090, tehát ez volt az, amit már egyszer néztünk, ugye, hogy megfigyelési jegyzék. A 0090-es páciens azt mondja, hogy első nap, patient transferred for observation, malnourished, shallow breathing, avoids eye contact, agitated in presence of staff, frantic at the notion of touch. Tehát a páciens átszállították a megfigyelő szobába, alultáplált, gyengén lélegzik, kerüli a szemkontaktust, idegesnek tűnik a személyzet társaságában, érintésre ideges lesz. Második nap, patient refuses solid food, nasogastric force feeding required, serotonin antagonists administered to reduce nausea and vomiting. Tehát azt mondja, hogy a páciens nem hajlandó szilárd ételt enni, azt mondja, hogy kötelező etetést írtunk elő, serotonin, mi az Isten? Elnyomók, valami ilyesmi gyógyszert alkalmazunk, hogy a szédülést és a hányást visszafogjuk. Harmadik nap, patient restrained for bathing and feeding, prepare for the treatment room accordingly, progressing malnourishment, oxygen deficiency, self-injury suspected, could not confirm. Tehát, hogy a páciens megtagadta az evést és a fürdést, készítsétek a kezelőszobát e szerint. Egyre súlyosabb alultápláltság, oxigén hiány, önbántalmazást sejtünk, de nem tudjuk igazolni. Negyedik nap, valami nagyon idáig jutottak. Gondolom rossz. Na mindegy. Szóval, valami van ezzel a pácienssel, aminek nem örülünk. És akkor ja, menjünk ki szerintem, és nézzük meg a másikat, hogy mi van ott. Ide be tudok jönni, vagy kulcs kell ide is? Egy, kettő, három. Akkor ez lenne az 168, amit láttam? Egy. Nem hiszem, de megpróbálom, jó? Egy próbát megér. Nem ez az, fuck. Jó, szóval akkor megyünk tovább. Kombinációs zár, igen, arra nem tudok tovább menni, az le van zárva, akkor itt elvileg a négyes szobába, ha nem tudok belépni, akkor csak megyünk följebb. Nem tudok belépni, akkor megyünk tovább a lépcsőn. Jó, ott volt még egy lépcső, amit láttam. Pontosan itt, igen. Itt alatta nincs semmi az égvilágon. Mindig szokott enni valami jóság pedig, francba. Ficken fuck. Most nem tudom, melyik részhez érkeztem. Még nem tudom, mert még nem voltam itt, ugye? Ezt meg nem tudom kinyitni? Most ezt nem értem. Harmadik emeleten vagyok, kombinációs zár. Egyel följebb kéne mennem. Nem. Mit nem vettem észre? Treatment room. Oda bementem?
Vagy nem mentem be? Nurse Station, oda nem tudok bejutni. Oda nem tudok bejutni, bakker. Szóval, akkor nézzük, hogy mi az, amit még kihagytam. L3-ba voltam, igen, shower room. Shower roomban nem voltam, pedig oda nagyon-nagyon kéne mennem, szóval akkor most megyünk visszafelé. Ja. Mi az anyád van már? Texel! Maradsz te! Mocskos! Rohadék! Eddig szeretjük az egészségügyi dolgozókat, de azért na. Azért na. Jó, akkor igazából olyan túl sok opcióm nincsen, mert hogy egyébként minden el van zárva előlem. Kivéve ezt? Mondom én. Ez mi? 1F Inner Ward, oké. Okay. Első emelet. Oda még nem jutottam be. Csak érdemes volt körülnézni még egyszer. Legyen valami, léci. Azaz, hát jobb, mint a semmi, mindegy. Hát egy, ezt kéne igazából többször használnom. Mi van még itt? Azt mondja, hogy Dr. Andrews, we delivered radiograph you required. However, it looks like the file was incomplete as one of the pictures was nowhere to be found. The Dr. Andrews a radiográfiát elküldtük, amit kért, viszont úgy tűnik, hogy a file nem volt teljes, mert az egyik képet nem találjuk sehol. We will send somebody as soon as we locate it. Let me know if you need anything else. Azt mondja, elküldjük, elküldjük valakivel, amint megtaláljuk. Szóljon, hogyha bármi másra szüksége van. Nem tudom, hogy mire van még szükségünk. Ez mi? Oké. Ez egy medence csont valakinek. Ez meg mi? Pázolozni kell, banyek? Komoly? Nem á. Hogyan forgatok? Rotét. Jó, nem tudom. Oké. Próbáljuk összerakni az embert. Mi az? Ja, telibe fordítva, oké. Akkor Scaltramol, tehát ez itt van, oké. Ez ide jön. Ezt így odébb húzzuk. Ez így jó, oké. Inventorimba. Nincs elég helyem, szóval akkor ezt odébb teszem. Oké. Okay. Így valahogy, és akkor ezt pedig alá? Nem? Nem? Vagy fordítva? Én már nem tudom, gyerekek, ez hogy a francba van. Nem így. Mert hogy egyébként látnék dolgokat. Ja így! Értem, értem, oké. És ez meg... Én már nem tudom, de szerintem ez nem ide való, hanem... A franc tudja. Lehet, hogy van még egy egyébként, amit nem tudok? Ezt tudja, hogy ide való. Vagy legalábbis nagyon úgy tűnik. Nem, ez egy kicsit odébb. Aha, úgy tűnik, igen. Mi az? Ja. Hát ezzel nem vagyok beljebb igazából. Valami még hiányzik. Nem tudom. Nem jövök rá, mindegy. Mindegy. Nézzünk tovább, aztán majd kiderül, hogy mi lesz itt. Semmi az égvilágon, nem. Akkor hol vagyok most? Most vagyok az XM Room 4-ben, ugye? Vizsgáló szoba. Itt voltam az előbb. Nem tudom, ennyi? Vagy valami még hiányzik, amit nem vettem észre? Nem
Nem tudom, lehet, hogy valami még hiányzik, mindjárt körülnézünk. Ja, csak máshova meg nem tudok menni igazából, tehát... X-ray viewer, az tök jó egyébként, hogy van ott X-ray viewer, tehát tudok nézni igazából röntgen képeket, csak hogy ez szerintem kevés, így első tipre. Nem tudom. Az biztos, hogy azt úgy kell összeilleszteni, azt úgy kell. De ez mit jelent? Egy kép még hiányzik, az 7 centség, vagy nem tudom. Valami még biztos, hogy hiányzik nekem itt. Nem tudom. Mindegy. Jó. Nézzünk tovább, akkor marad az eredeti terv, hogy akkor, ha már itt van nálam, ugye a melyik kulcs, nézzük csak. 1F inner ward, akkor szépen fogom magamat és lemegyek, csak kérdés az, hogy merre. Liftet azt nem tudom használni, szóval marad a lépcső. Irány kifele, el jobbra. Futunk. Ja, ezt néztem már, ez rajz, oké. Menet közben úgy látom, hogy váltottunk a rémálom világra, szóval ez nagyon-nagyon boldogság. Inner Ward, oké, de az hol van? Ez nem az. Gondolom, ez nem az. Ez határozottan nem az. Ja. Shower room. Ott még nem voltam soha, szóval nézzük meg, jó? Lehet, hogy ott is van valami apróság, amit még nem vettem észre. Elvileg... itt nem erre, hanem erre. És ha igaz... akkor itt elmegyek balra, és ott nem láttam még semmit az égvilágon. Be tudok menni, vagy nem? Bazd meg! A féreg, de megijesztett. Rohadt dög. Ijesztgesd anyádat, jó? Valami már megint bejelzett, gondolom odakint van valami. Mennyi kell még ennek, banyek? Pedig ez jelez, nem tudom. Nem nyert. Nem, valaki ott van még a túloldalon, oké. De hol vagyok? Be tudok menni az L2-be, és itt mi van? Bazd meg, de megijesztettél! Az anyádat, te! Ketteske, hol vagy? Gyere ide! Szevasz! Csá! Üdvözletem! Jó estét! Kívánok! Na végre! Jó! Nem azt! Mi van? Hülye vagy? Na végre! Istenem! Miért gondolta, hogy én le akarom verni a fát? Ezt mondja már meg nekem valaki. Fát! Értitek? Pa! Lőszer! Oké! Gyerünk! Nagyon sok dolgot kapok, nagyon kedves, de kurva gyanús. Nem nyert, jó. Arra mi van? Ezt nehezen akarom elhinni egyébként, hogy itt ennyi van, azt jó éjszakát. Na mindegy. Nekem ez rohadtul gyanús, hogy itt valami még van, amit nem vettem észre. Ez miért volna ennyire elzárva és ilyen durván védve, hogyha nincs itt semmi az égvilágon? Nekem ez a durva. Nem tudom. Jó, mindegy, nem foglalkozok vele. Nyitottam egy ajtót, majd menet közben kiderül.
Szóval akkor mi van nekem? Azt mondja, hogy még egyszer. Key items. Mi az? Inner ward. Jó. Tehát akkor merre fele van még zárt ajtóm nekem? Nurse station az nem. L1 az nem. Ja, mert az rohadt... Rossz emeleten vagyok, banyek. Oké. Akkor menjünk tovább lefele. Jó. Ez így megmagyarázza, hogy miért nem tudtam egyébként, hogy hova a francba megyek. Akkor le. Első emelet. Köszönöm. Fú, gyerekek! Fú! Már több van? Oké, nem baj. Az még mindig nem csak egyébként, hogy 6 meg 3, tehát 9 lőszer az semmi. Inner ward, hol vagyok? Oké. Ja. És tehát akár elvileg itt balra is azt nem tudtam kinyitni, ha igaz. Ez nem az. Nem, fuck. Akkor másik irány, oké? Ez meg... Ja, itt már voltam egyszer, oké, jó, így már leesett, jó. Értem. Nézzük, itt elmegyek. Doctor's Lounge-ba nem tudtam bejutni. Igen, tehát akkor elmegyek tök egyenesen és jobbra. Semmi kedvem nincsen most szórakozni velük. Gyorsan megyünk. Bazd meg! Áááá, csak fejbe kult. Jó van, beszéljük meg, jó? Jó, ott marad? Ott marad, mert ott van egy haverja is. Gyere! Bazd meg már, nem igaz. Kicsit sokak vagytok, gyerekek. Á, faszom. Így áll valamit. James! Ez most szar ötlet volt, oké, akkor elfutni nem lehet. Baszki már! Hányan vagytok? Istenem, mi van itt? Gyorsan így el. Ez igazából csak arra, hogy... Jó, ezek ki fognak nyírni a picsába. Vagy nem, de az biztos, oké. Nem baj, van pisztolyom, használjuk. Lövéke bassza már meg az anyját, nem igaz. Jó, én voltam, hogy hülye nagy volt a pofám, túl gyorsan akartam jönni, ki akartam kerülni őket, igazából egyszerűbb megölni mindenkit. Faszom, de jól van. Akkor most merre vagyok? Doctor's Lounge. Oda nézzünk be, jó? Ez kemény volt. Mennyi gyógyszerem maradt egyébként? Ezt nagyon elcsesztem. 3 darab health drink. Semmi. Konkrétan ez semmi. Egyszerűbb leállni, balhézni, bassza meg. Hülye voltam. Szóval. This case bears a disturbing similarity to a situation that took place in the facility a few years back. Tehát ez az eset nagyon hasonlít egy olyan helyzetre, ami pár évvel ezelőtt történt a telepen. The patient was admitted on a court order, but with the consent of his remaining family. Tehát a pácienst egy bírósági döntés alapján utalták be, de a megmaradt családjának a tudtával. His condition appeared to be improving for the first few weeks. Tehát az állapot az első pár hétben úgy tűnt, hogy javul. The administered medication paired with individual sessions with a psychologist and art therapy alleviated with evolution. Anhedonia and social withdrawal. Tehát, hogy... igen, tehát, hogy a felírt gyógyszerek párosítva a személyes pszichológusa való személyes beszélgetésekkel és a művészeti terápia
enyhítette a nem tudom mit és a társadalmi távolságtartását. There was no reason for concern. Tehát, hogy nem volt okunk aggódni. They didn't even know anything was wrong until the night guard reported one of his keys was missing. Tehát semmi okunk nem volt feltételezni, hogy valami baj van, amíg az éjszakai őr nem jelentette, hogy eltűntek a kulcsai. When they found him, it was already too late. Amikor megtalálták, már túl késő volt. Jó. Nem tudjuk ki ez, de szeretjük már most. Hangunammó, oké. Szekrénybe valami? Nem? Nem nyert, jó. Az orvosi pihenőben gondolom csak találok már valami érdekességet. Mi van még itt? Ez pedig egy... Ez lesz a kódja annak a cuccnak, oké. Ez lesz a kódja majd az izének, gondolom. Annak tűnik. Vagy találok a telefont, amit fel kell oldani, de gondolom nem. Locker room. Itt voltam? Nem voltam? Nem voltam szerintem. Ja, nem voltam. Nézzük, mi van itt. Gyógyszar, oké. Meg valami rohadik ennek a túloldalán. Tudja, hogy be kell mennem. Nem nyert, oké. Mi van még itt? Mit hagytam ki? Úgy látom, hogy sajnos semmit, szóval ez így annyira nem egy fasz a dolog. Nem baj, mert mindent át kell nézni, szóval akkor... Menjünk oda, aztán beszélgessünk, jó? Mert kemény vagyok. És nem vagyok beszarva. Nagyon. Rájöttem, hol vagyok, bassza meg, nem jó. Valaki ott is itt nyomta, hogy flutyk, tapicsk. Erre folyosó végén bármi. Semmi. De, először. Kiváló. Majd arra is bemegyek, jó, nyugodjál meg. Mi van még itt? Pár dolgot, amit nem néztem át, de ide nem vagyok hajlandó jelenleg bemenni. Ide viszont igen. Nővérke! Azaz! Lassú voltam, banyek! Rancba! De mennyit üt ez? Mindig duplát akar ütni, vagy triplát? Bassza már meg az anyját, nem igaz? Nem voltak ezek ilyen kemények eddig. Nem voltak ezek ennyire kemények. Miért kapcsoltam le a lámpát? Én hülye vagyok. És folyamatosan ki vagyok centízben lőszerrel is, szóval ez annyira nem passza. És valaki már megint ott van. Na, mi van benne? Semmi, persze, hogy semmi. Pak. Én rendszeresen úgy járok, hogy valami hülyeség miatt, vagy azért, mert éppen 800-an ugranak rám, elviszítem az élet töltőimnek a 90%-át, ami annyira nem jó. Ah. Gyógyszar, tök jó. Mi volt az a hang? Na mi ez, azt mondja, hogy még egy incidens a 0050-essel. He got out of the pool and made a break for the garden, cutting himself wide open in the process. Azt mondja, kiugrott a medencéből és elfutott a kert felé. Teljesen felvágva magát közben. Thank God I was still there. Hál' Istennek még mindig itt voltam. He was completely manic
screaming, had the orderlies hold him down, barely managed to stitch him up. He's back in his room for now, sedated. Tehát ugye teljesen megőrült, sikoltozott, le kellett fogni a személyzetnek, alig tudtam összevarni. Most le van szedálva a szobájában. Jó, kiváló. Az mi? Ja, ez még kevés lesz ide, de legalább tudom, hogy itt van. Oké. Okay. Most hol vagyok? Jó pár dolgot nem néztem még át, na mindegy. Jó, szerintem viszont én akkor itt fogok jelenleg elköszönni, aztán majd innen fogom folytatni és körülnézni, szóval mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, nagyon-nagyon remélem, hogy élveztétek, és nagyon-nagyon remélem, hogy dobni fogtok egy lájkot, hogyha szeretnétek, hogy a csatorna egy kicsikét több figyelmet kapjon, ez segít egyébként kicsikét több embernek ajánlani. Iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, és hagyjatok egy kommentet, hogyha bármiféle véleményetek van, pozitív vagy negatív, jó? Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen szép estétek. Sziasztok!